Több mint 4,5-szer annyi közvetett állami támogatást, úgynevezett TAO pénzt kapott Orbán Viktor Puskás Ferenc Foci Akadémiája az elmúlt 3 évben, mint a második helyezett újpesti vagy a harmadik debreceni akadémia. Ezt a pénzt nem közvetlenül az államtól kapják a csapatok, viszont ennyivel kevesebb folyik be az állam kasszájába, így végül is közpénz. De mi az, amiben ennyire jó ez az akadémia? Mi ér 7,5 milliárdot? Vidos Mihály riportja. Ezek a fiatalok talán úgy tudják, hogy a legjobb foci akadémián tanulhatnak, azt azonban aligha, hogy miben is a legjobb a felcsúti Puskás Ferenc Akadémia. Ezen a grafikonon láthatják, hogy mely foci csapatok mennyi TAO támogatást kaptak tavaly. Jól látható, hogy az Újpestet, a Szolnokot, a Gyirmótot és a Mezőkövesdet utcahosszal megelőzve a Puskás Akadémia több mint 1,5 milliárd forintot kalapozott össze a cégektől, 2,5-szer annyit, mint a második Zsóri. Ezen az ábrán pedig azt láthatják, hogy az elmúlt 3 évben mely klubok kapták összesen a legtöbb TAO forrást. A felcsúti akadémia 4,5-szer annyi támogatást kapott, mint a második Újpest, Orbánék egyedül többet kaptak, mint az őket követő 4 csapat összesen. Az első 5 csapatba egyébként befért a Kósa Lajoshoz kötődő Debrecen és a Kubatov Gábor elnökölte Fradi is. TAO tulajdonképpen egy ugyanolyan állami forrás, mint hogyha adóból adnák. A különbség az, hogy a sportszervezeteknek meg kell harcolniuk érte. Muszbek Mihály sportközgazdász szerint a 2010 előtt teljesen hiányzó állami forrásként felfogható TAO természetesen jól jön a kluboknak. A probléma leginkább az szerinte, hogy teljesen átláthatatlan rendszerben kapnak lehetőséget a klubok, hogy pénzt kalapozhassanak össze a cégek adójából. A keretek elosztását az MLS végzi. Mindenképpen esélyegyenlőséget kellene csinálni, és azt a célt, ami miatt a pénz oda kerül, hogy legyen eredmény, azt valamilyen módon számon kéne kérni. Hát a számok nem mutatják azt, hogy jól dolgoznának. Ágasi Attila, az Index sportújságírója szerint sem a jó teljesítmény, csak és kizárólag a miniszterelnök vonzereje veszi rá a cégeket, hogy a Puskás Akadémiának adják a pénzüket az állam helyett. Ha az 5 nagy akadémiát vesszük, akkor a felcsúti mutatta eddig a leggyengébb mutatókat. Az Agárdi jobb, mert a válogatottba több játékost adott, az NB1-be több játékost adott, hogyha ezen mutatók alapján értékelünk. Ha azt veszem alapul, hogy a Puskás Akadémia úgy lett NB1-es, hogy 27 éves az átlag életkora, akkor csak nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy vajon milyen nevelés folyhat itt? Felcsúton eközben a 3,8 milliárd TAO forintból épülő stadion, a Pancsó Aréna április végi átadására készülnek gőzerővel. A stadion a falu legnagyobb épülete lesz, de spórolni nem kellett az építkezésen, hiszen a kapott forrásokból majdnem 2-szer is felépíthetné azt a focisuli. Szerettük volna megkérdezni a Puskás Akadémiától is, hogy ők minek tulajdonítják a páratlan sikerüket a TAO források szerzésének terén, de a stadion avatóig már senkinek sem nyilatkoznak. Annyi minden esetre jól látható, hogy az átlag 400 néző el fog férni a 3500 fős stadionban, ami szintén TAO pénzekből, vagyis közvetve közpénzekből épül itt, csupán néhány lépésnyire Orbán Viktor házától. Vidos Mihály, Hír 24.